Kitessékelték őket az ajtón, most visszajöttek az ablakon keresztül. Röviden így foglalható össze május 11-e lényege, amikor tüntetés zajlott a Városháza előtt a HC Logisztik hulladékerőművet telepíteni szándékozó cég újabb projektje ellen. Aznap nem csak a lakosság és a környékbeliek tiltakoztak az újabb befektetői szándék ellen, hanem rögtön a tüntetés után Párkány képviselőtestülete rendkívüli ülésen egyöntetű határozatban utasította el a Green Park nevű hulladékfeldolgozó és átalakító idetelepítését. A tüntetésen elhangzottakat teljes terjedelmükben külön műsorblokkban tekinthetik meg kedves nézőink. Néhány párkányi önkormányzati képviselővel viszont már a tüntetés előtt sikerült beszélnünk. Ők szintén ellenzik a projektet. Elsősorban szinte adott a helyzet, ugyanis már két esetben elutasított úgy a testület, mint a maga szakbizottság is ilyen aktivitást Párkányváros területén. Ez most a harmadik. Tehát egész egyszerűen adott a helyzet, ha az első kettőt nem akartuk, harmadikot se akarjuk. Ez az egyik, a másik dolog. Sajnálatos módon ez a harmadik variáció az első kettőnek lényegében a kopírozása, kis kozmetikai változtatásokkal magában az anyagban, illetőleg egy hangzatos névvel, Green Park. Tehát mindig is mondtam, nem rejtettem véka alá, hogy innen már csak a legkörnyezetbarátabb az lenne, hogyha biopark lenne. Ezt már nem lehet überelni egyszerűen. A problémám az személy szerint azzal van, hogy a 20 ezer tonna éves mennyiség földolgozási hulladék mennyiséget levitték 10-re, és hogy jobban el lehessen adni. Viszont ezt nem támasztják azok a számok, amik a napi földolgozandó mennyiséget adják, és ezt ők maguk deklarálják, illetőleg a másik oldalon, hogy még jobban ugye el lehessen adni, az eddigi 41 új munkahely megteremtését fölemelték egyszeribe 76-ra, ami érdekes, hogy felére leviszik a teljesítményt, és duplájára emelik a foglalkoztatottak számát. Ez kicsit logikai bukvenc nálam, de talán erre véleményemre jogom van. Vitko Andrea képviselő szerint nem szabad hagyni, hogy Párkány üdülővárosként ilyen létesítményt fogadjon be. Az utóbbi nagyon rövid időszakban már a képviselőtestület kétszer elutasított egy ilyen jellegű beruházást, ami károsak voltak a környezetünkre és egészségünkre, és természetesen is épp ezért nem kell. Ez is az egyik ér, és a következő ér, hogy Párkány avval ékeskedhet, hogy egy jelentős szlovákiai turisztikai desztináció termál vízzel. És tudni kell azt, hogy az mellett a munkaadóknak és a munkavállalóknak a többsége turizmusból él. És ez a tragédia nem kell nekünk, mert hogyha ez ide bejön, akkor ettől is elköszönhetünk. És meg egyet mondanák, amihoz én mindig tartom magamot, hogy a földet és a természetet a unokáinktól és a gyerekektől kaptuk kölcsön, és illik a kölcsönt úgy visszaadni, hogy megkaptuk. Tehát én ehhez is tartom magamot. Szigeti László képviselő szerint el kell utasítani, hogy Párkány egész Nyitra megye hulladék lerakata legyen. Tehát ez a beruházás azért nem kell ide Párkányba, mert elsősorban veszélyezteti a környezetet, másodszorban veszélyezteti az embereknek az egészségét. Nincs szükség arra, hogy a volt valamikori nyugat-szlovákiai kerületből idehordják a műanyag és gumi hulladékot. Úgy gondolom, hogy ott kell feldolgozni a hulladékot, ahol az megtermelődik. Párkánynak és környékének ahhoz képest, amit itt feldolgoznának, minimális, talán egy ezrelényéknyi hulladéktermelése van. Rengeteg veszélye van ennek az egésznek, nem kipróbált technológiáról van szó, és úgy gondolom, hogy a polgári engedetlenségnek ez egy második fokozata akkor, amikor tiltakozó nagygyűlésen fogjuk elutasítani ezt a beruházást, és remélem, hogy fél óra múlva a képviselőtestület is ugyanezt a döntést fogja hozni. A rendkívüli önkormányzati ülésen Párkány képviselőtestülete valóban elutasította a pozsonyi cég Green Park elnevezésű projektjét. A tanácskozáson részt vett a HC Logisztik vezetősége is, Milan Drozd igazgatóval az élen. Az ülésen részletes vita bontakozott ki a projektről, a képviselők és a cég közt. Párkány részéről kivétel nélkül minden képviselő bírálta a beruházást, és rámutattak arra is, hogy már maga a Környezetvédelmi Minisztériumba beadott és Párkánynak is megküldött anyag is súlyosan ellentmondásos, pontatlan, sőt, sok helyen csúsztat.
Sokan úgy vélik, hogy a most tárgyalt projekt csak kozmetikázott változata a város által egyszer már elutasított beruházás tervezetnek, megvalósítása komoly környezeti, egészségügyi kockázatokat rejt, és semmilyen pozitívumot nem jelent. Bár Milan Drozd igazgató már az ülés elején részletesen bemutatta a projektet, és hangsúlyozta, hogy ez az új anyag most már figyelembe veszi a szaktárca kifogásait, a szakértők véleményét, továbbá Párkány ezt megelőző elutasító határozatát is, sőt a petíciós tiltakozást is, a képviselőket mindez nem győzte meg. Drozd kifejtette, hogy a legkorszerűbb technológiával dolgoznák fel a műanyag hulladékot, szigorúan környezetbarát rendszerben, a keletkező produktumot elszállítanák és újrahasznosítanák, ráadásul most már eleve nem használnának szintetikus gázokat a rendszerben, és hogy hangsúlyozottan nem gumi és hulladék égetőről van szó. Mindez azonban nem hatotta meg a városatyákat. A vitában számtalan érv és ellenérv hangzott el a tervezett beruházásról, de mivel a rendkívüli ülés teljes, vágatlan anyagát külön blokkban tekinthetik meg, ezért mi most itt csak néhány pillanatot elevenítünk fel. Egy biztos, a képviselőtestület már a tanácskozás elején is kemény kritikával illette a projektet. Aj napriek tomu, že máte výborný spracovaný marketing, ktorý ste rozbehli cca pred mesiacom, až tak dobre pripravený, že je úplne zavádzajúci. Posledný videofilm, ktorý ste tam myslím včera zavesili, je o tom, že v Štúrove je koľko skládok a ako vy zachránite Štúrovo týchto skládok a ako vy zachránite Štúrovo od odpadov. Ale prosím vás, vy tam prezentujete komunálny odpad a vy budete spaľovať plasty. Viete vy koľko? Áno, máte tu v tabuľkách uvedené, že v roku 2010 až 2014 koľko plastov sa vyprodukuje v Štúrove a v jeho okolí. Tak ja vám poviem presné čísla. Vy to tu máte uvedené do roku 2014. V roku 2015 sa v meste Štúrov a v jeho okolí, to znamená, to je asi 8 obcí, ktoré obsluhuje jedna spoločnosť, vyprodukovalo v roku 2015 89 763 kg plastového odpadu. V roku 2016 to už bolo navýšené, bolo 107 831 kg. V roku 2017 za uplynulé 4 mesiace to bolo 40 360 kg. Na rok 2017 predpokladajú okolo 120 000 kg. Keď si to premeníme, samozrejme je veľmi jednoduchá matematika, to je 120 tón plastového odpadu. S prevahou 5 fliaž. Vy tu chcete spracovať 10 000 tón plastového odpadu. Prosím vás pekne, však to je 83 násobok toho, čo sa predpokladá na rok 2017. Čiže to je tá demagógia, ktorú vlastne aj šírite tým svojim úplne perfektným marketingom. Hovoríte tu o tom, že vy chcete pomôcť Štúrovu. Však pre Boha, vy škodíte Štúrovu. Však vy by ste chceli urobiť zo Štúrova skládku Nitrianského kraja. Však to je 83 násobok, ešte raz to opakujem, toho, čo sa tu v Štúrove a v jeho okolí vyprodukuje. To znamená, že vy chcete pomôcť Slovensku. Samozrejme, vy chcete pomôcť veľkým mestám, ktoré nemajú záujem zrejme tiež o takýto nejakú prevádzku a nemajú tie skladovať tento svoj odpad. Nie, my si z toho neprosíme. Ďakujem veľmi pekne. Hovoríte o tvorbe pracovných miest. Vytvoríte tu týchto zopár pracovných miest, ale tam na území toho priemyselného parku sú tiež pracovníci, sú tam tiež ľudia. A na tých nemyslíte, že tam ich budete vlastne, budete im škodiť tým vplyvom? A nie len na nich, ale samozrejme na celé Štúrovo, na celý vplyv životného prostredia na Štúrovo. Ďakujem pekne, toľko zatiaľ. Pán poslanec Sigeti. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, všetci ostatní obyvateľi, ktorí sú prítomní, Štúrovčania a neštúrovčania. Veľmi správne ste položili otázku, prečo práve Štúrovo. Ja som si položím aj vám tú otázku, že prečo práve Štúrovo. Nechápem, prečo práve Štúrovo. Naozaj,
Ja som rád, že obidva moji predrečníci sa vyjadrili tak, ako sa vyjadrím aj ja. Moje stanovisko je jednoznačné nie, ale pokiaľ ste veľmi dobre nerozumeli tomu davu, ktorý tam stáli pred mestským úradom, približne tých 300 ľudí, aj oni jednoznačne sa vyjadrili k tomuto zámeru, že nie. Spoločne sa vyjadrili, že nie. Takisto sa vyjadrili ľudia pred možno 2 mesiacmi. Takmer 8 tisíc občanov Štúrova a blízkeho okolia, že nechceme takúto investíciu v našom meste, pretože to nemá žiadny prínos pre naše mesto. Ja som toho názoru, že naozaj treba niečo urobiť s odpadom, naozaj treba niečo urobiť s plastami, aj pneumatikami a tak ďalej a tak ďalej. Ale nech sú takéto investície realizované v oblastiach, od mladých oblastiach, od obytných zvon, prečo si nevyberete takú lokalitu, kde možno 10 km okruhu sa nenachádza žiadne obyvateľstvo a rozptýlenie tých škodlivých látok je tam oveľa lepšie rozptýlenie. Tu kolegyňa naznačila čosi, že v tom závode bude, ak by to bolo realizované, robiť pracovať 70 ľudí. Prosím aspekty, nezabúdajte na to, že na území priemyselného parku Štúrovo sú ďalšie závody, Ikopar, Monartex, Marfitka a obaly Štúrovo, HVN, Vyslovensko a tak ďalej. Tam pracuje neustále okolo 300 ľudí, možno aj viac. Oni budú v tesnej blízkosti tohto závodu, tejto investície. Aký to bude mať dopad pre tých ľudí, ktorí budú pracovať možno 100 metrovom okruhu tejto vašej investície? No, viem si to predstaviť. Ďalej, prosím vás, veľmi pekne ste poukázali na to, že aké výhody. Hovorili ste o tom, že využitie alternatívnej energie. Ďakujeme veľmi pekne za takú alternatívnu energiu, ktorá bude vyrobená pomocou týchto syntetických, nekvalitných syntetických olejov, pomocou veľkovýkonných dieselových motorov, ktoré poháňajú veľké lode. Viete si predstaviť, čo vyprodukujú, akým spôsobom znečisťujú ovzdušie dieselové motory, keď pracujú na nekvalitnú pohonnú hmotu, ja si to viem predstaviť. To bude škodiť naše ovzdušie, toto ovzdušie. Hovorili ste o tom, že chcete znížiť objem skládkovaného odpadu v Štúrove. Akým spôsobom? Veď kolegyňa tu naznačila, že Štúrovo a jeho okolie vyprodukuje ročne necelých 120 tón špecifického odpadu, čo by ste nepotrebovali. V vašom materiáli uvádzate, že plánujete 10 tisíc tón, spracovanie 10 tisíc tón plastov, pneumatík a iného špecifického odpadu. A ako produkt budete mať 5,5 tisíc tón syntetického oleja, budete mať syntetický plyn, na jednej strane píšete 750 tón, ale na 33. strane tohto materiálu uvádzate 1100 tón. Áno, 1100 tón syntetického oleja. Bolo by dobre sa dohodnúť, či to bude 750 alebo 1100 tón. A hovoríte o tom, že ako produkt budete mať vyseparovanú plastovú drť, viete koľko? 2000 tón. Vy chcete spracovávať 10 000 tón plastu, pneumatík a iného odpadu a z toho 20% bude vyseparovaná plastová drť. A čo s tým? Ostane to na Štúrove? Kam to odveziete? Komu to predáte? No nikomu. Veď doprava stojí peniaze. Zoberiete to naše skladky tu, ktoré sa nachádzajú v Máne, je to pre vás vyriešené, ale pre nás nie.
miesto 110 tón budeme mať 2000 tón. Buď tu, alebo niekde v blízkosti. Hovoríte o rôznych tuhých zvyškoch uhlíkového charakteru. Viete, práve do týchto tuhých uhlíkových zvyškov, rôznych uhlíkových sadzier, sa pretransformujú počas tej vašej technológie najškodlivejšie látky, ktoré sa nachádzajú v spomínaných troch odpadoch. Práve tam, do týchto oblastí, do týchto zvyškov sa pretransformovávajú. Hovoríte o syntetickom plyne. Veď zloženie toho syntetického plynu je tak rôznorodé, že uskladňovať takýto rôznorodý syntetický plyn je takové nemožné a strašne nebezpečné. Vy viete, že ten syntetický plyn sa skladá rôznych druhov. Jeden typ syntetického plynu možno pri 50 stupňov už vybuchuje, iný potrebuje vyššiu teplotu. Čo s tým plynom? Aspoň niektorých predchádzajúcich materiálov, ktoré sme tu mali na stole, nebol váš, ale iný investor podobného zámeru, aspoň uvádzalo svojom materiálu čosi také, že niekde v zadnej časti toho areálu budú akési boráky, ako v Bratislave v Slovnafte, proste ten najnebezpečnejší a najnepredávateľnejší plyn spálime. Ja neviem, vo vašej technológie takéto syntetické plyny sa nebudú produkovať. Alebo pomiešajte to do jednej nádoby a niečo s tým bude. Neviem. Potom mi nesedí, čo si, keď hovoríte o tom, že plánujete spracovávať 10 000 tón trojakého odpadu. Hovoríte o tom, že bude nepretržitá prevádzka 24 hodín, 7 dní, celý rok. A za hodinu dokážete spracovať 2,5 tóny takéhoto trojakého odpadu. Keď to vynásobíte 24 x 2,5 x 365, viete, koľko vám vychádza? 21 800 tón. Vy materiály uvádzate 10 000 tón. Nejako by to nesedí. Aj keď materiály uvádzate, že budú nejaké odstávky na vyčistenie reaktorov a tak ďalej, tak podľa môjho výpočtu, ja som vyštudoval predpoklad matematiku, deliť ešte viem, mi vychádza to, že v podstate bude pre vás toto zariadenie len pôročne, alebo každý druhý deň, alebo akým spôsobom podľa týchto čísel to dáme nejak dať do pokoju. Nejak mi to nevychádza. Mám tu ďalšie rôzne pripomienky, ale zhodli sme sa pred mimoriadným zasadnutím, že nebudem zbytočne naťahovať čas. A viete, spomínali ste o to, že skládkovanie pre našho štúdio stojí obrovské peniaze. Ja si myslím, že obyvatelia sú schopní nejakým spôsobom cez daní to vyfinancovať, než by sa to mali zaplatiť s tým najdrahším, so svojím životom. Pretože veľmi dobre viete, že aká je situácia v Štúrove, aká je situácia v Novozámockom okrese, čo sa týka onkologických ochorení, aká je situácia, čo sa týka dýchacích problémov ochorení, respiračných ochorení. Neustále sa to zvyšuje. My sme tu už mali dosť environmentálnych záťaží v minulosti. Nechceme mať ďalšie záťaže. Skúste to pochopiť. Pán inžinier Dorc, keď sme sedeli v Bratislave, ja som obrátil na vás priateľský. Doberte to prečtočky a skúste to niekde inde, kde vám to odsúhlasia. Doberte si lokalitu, kde ľudia nebývajú možno 10 km okolo a skúšajte to tam. Neskúšajte to u nás. Ľudia Štúrovčania a blízkeho okolia si predstavujú svoju budúcnosť v oblasti turizmu a cestovného ruchu. Vytvorili sme tu oblastnú organizáciu cestovného ruchu. Tam stojí pri dverách pán riaditeľ termálneho kúpaliska Varaš. Budujeme wellness. Táto informácia sa rozšíri, že v Štúrove budujeme splátku, nesplátku. Prepáčte, ja tu hovorím spadovňa, aj keď by ste sa ohradili, ale európska legislatíva hovorí o tom, že pokiaľ sa používa pyrolíza, lézrový proces alebo spiňovanie, tak je to jednoducho spalovanie. Či to chceme, alebo nechceme. Možno v Ázii, v Japonsku,
Uviedli ste príklady na štyroch stranách, kde sa používa podobná terminológia. Sú iné normy, možno v Kanade sú iné normy, ale my bývame a žijeme v Európskej únii. Takže či sa páči alebo nie, je to ironiza. Je nonsens, aby sme tu, v tomto našom meste, kde naozaj sadíme na turizmus a cestovný ruch, niečo také dovolili a vybudovali. Ešte jedna vec. Na tom našom stretnutí, teda vašom stretnutí, kde sme boli spolu, bolo vyknuté, že ste neoznámili pre susednú krajinu tento váš zámer. Neviem, prečo ste to neurobili, ako je to v tomto teda momenti, teda v rozdielovníku som nenašiel ani mesto Ostrihom, ani župu Komárom Esterhom, pričom veľmi dobre viete, že Organizácia spojených národov má svoje nariadenie, že pokiaľ krajina investuje čosi podobné v pohraničnej zóne, tak je povinnosťou tejto krajiny oznámiť to aj druhej strane. Ak ste to urobili, tak je to OK, ak ste to neurobili, tak neviem, prečo ste to neurobili. Takže, aby som to zhrnul, budem opakovať len to, čo povedal pani inžiniér Slabák, aj pani doktorka Vítková, aj to, čo povedali ľudia pred budovou, a to, čo napísali a vyjadrili sa k tomu občania mesta a okolitých obcí, takmer 8000 občanov, obyvateľov, že nechceme takúto investíciu, takéto zariadenie v Štúrove, pretože nebude to žiadnym prínosom, ale skôr si myslím, že záťažom pre naše mesto. Az ülés végén Párkány képviselőtestülete tehát ismét egyöntetően elutasította a HC Logisztik módosított beruházási tervét is, azaz újra határozott nemet mondtak a projektre. A döntésről és a cég várható lépéseiről az igazgató így nyilatkozott stábunknak. Minimálne sa musí vyjadriť k danému projektu Ministerstva životného prostredia. A mesto ako také je účastníkom konania a má právo povedať svoj názor a ten aj vyjadrili týmto spôsobom. Avšak snažíme sa opierať o fakty a o odborné posudky, ktoré sú vypracované k danému zámeru, aby sme občanom a mestu priniesli relevantné informácie o tomto projekte. A véleményeztetési eljárás tehát tovább folyik, a következőkben már a szaktárcán a sor, hogy értékelje a beruházási tervet, természetesen Párkány tiltakozását figyelembe véve. Eugen Szabó polgármester a rendkívüli ülés után így összegezte a történteket. Elsősorban úgy gondolom, hogy szolíd tárgyalás volt a mai, viszonylag kevés teret kaptak az emóciók, és ennek nagyon-nagyon örülök. Nagyon örülök annak, hogy itt volt a cég, tehát közvetlen meg tudta felelni a kérdéseket, illetve ecsetelni az elképzeléseit, amit benyújtott. Döntés az szerintem olyan szellemben történt, amilyen az előző döntés is, tehát én csak annyit tudok mondani, hogy ugyanilyen szellemben megy a város felelete a felszólításra a minisztérium felé. Az üggyel kapcsolatos fejlemény, hogy a Párkányi Ipari Park vezetősége a rendkívüli ülés és a tüntetés napján levélben jelezte a polgármesternek és a képviselőtestületnek, hogy Párkány területfejlesztési és rendezési tervének tervezett módosításával, amelyről egyébként hetekkel ezelőtt döntött a képviselőtestület, nem ért egyet. Ugyanis, mint arról korábban már beszámoltunk, a képviselőtestület idén áprilisban hozott egy olyan határozatot, hogy az ipari park területén a jövőben semmiféle környezetszennyező, hőkezelésen alapuló hulladékfeldolgozó ne létesülhessen az ipari park területén. A döntés meghozatalakor pont a hulladékerőművek esetét vették figyelembe. A Párkányi Ipari Park igazgatósága viszont ez ellen határozottan tiltakozik, mondván, hogy a testület erről szóló határozata önkényes, pontatlan és súlyosan jogsértő, ellehetetleníti az ipar és a vállalkozások helyi fejlesztését, és komoly anyagi károkat is okoz. Azt is írják, hogy ez a döntés a vállalkozás és az üzlet szabadságát is súlyosan korlátozza, károsítja. Csepregi Zoltán és Szigeti László képviselők így reagáltak az ipari park levelére. Ezt a várost, ennek önkormányzatát, az a 10,5 ezer ember alkotja, tehát az a város, és nem pedig különböző vállalkozások, gazdasági érdekcsoportok. Én részemről csak ennyi. Ez érthető, ők bizniszmenek, mi viszont képviselőként, önkormányzati képviselőként az itt és a város környékén élő emberek érdekeit kell, hogy védjük, és azt is tesszük.
Párkány polgármestere így kommentálta a Párkányi Ipari Park figyelmeztető levelét. Ez már eléggé sok jogi értelmezést hordoz magában, tehát itt így flagből nem lehet itt állást foglalni ez ügyben. És hát mindenképpen én úgy veszem, hogy egy dialógust vagy egy konzultációk folyamatát kell etéren elindítani. Valahol ez is volt a szándékom, hiszen ez egy fajsúlyos kérdés a területrendezési terv megváltoztatása. A HC Logisztik esetében tehát minisztériumi szinten folyik tovább a hulladékerőmű ügye. Párkány minden esetre most már másodszor mondott nemet a tervükre, és a város továbbra is résztvevője lesz az eljárásnak. A Párkányi Ipari Park tiltakozó levelének pedig minden bizonnyal önkormányzati szinten is lesznek további fejleményei. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a május 11-i rendkívüli önkormányzati ülés vágatlan, teljes felvételét megtekinthetik a www.youtube.com/user/Párkány TV internetes oldalon és a www.sturovotv.sk, továbbá a www.parkanytv.sk internetes portálon is, valamint ugyanitt nézhetik meg a tüntetésről készült teljes felvételünket is.